Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel. Valamennyien a Vitalitás, azaz Élet erő című filmnek, tévéadásnak a nézői, Béki László vagyok a műsor gazdája, és a adás előtt most már hetekkel, hónapokkal azon gondolkodom, hogy nem csak a mai vendégünkkel, Jankowski Sándor mérnök úrral, hanem mindenkivel, aki bejön, egy kicsikét vissza kell térnünk az alapokhoz. Itt van az a fránya 160 ezer kilométer érpálya bennünk, amelyiknek a központja a szív, jönnek az aorta, artériák, hajszálerek, vénák, és kezdődik előről az egész. Ha nézzük a halálozási statisztikát, a daganatos betegségeken kívül az úgynevezett keringési elégtelenségekből van a legtöbb elhalálozás. Hát ezt fogjuk körbejárni mérnök úrral a mai napon, hogy mit értünk keringési betegségeken, ezek közül mik az artériások. Itt gondolok olyanra, hogy kettes típusú cukorbetegség következményei, az artériáknak az érbelhártyája, annak a plakjai, a koleszterin őrülete. Említsünk meg egy kicsikét a mélyvénás trombózist, aztán, ha lesz még egy kicsi idő, a Renyó-szindrómát, ami főleg télen okoz a lakosság 1,5–2,5%-ának, amikor jéghideggé fagynak az ujjak, érzéketlenné válik, ez is egy perifériás hajszáleres keringési autoimmungyulladás. Hát erre vagy jut idő, vagy nem jut, de minden esetre az artériás keringés és a mélyvénás trombózis az ma bizony itt lesz, és nem csak tőle fogom kérdezni, hanem mindenkül, aki ma bejön műsorba, aki bejön jövő héten utána is, mert alapkérdés. Szóval még egy, nagyon sokat beszélek a tévénézőkkel, nagyon sokan megtisztelnek. Tőlük is meg szoktam kérdezni, hogy mi legyen a téma. 10-ből 6-8 azt mondja a keringési betegségek. Mérnök úr, köszönöm, hogy itt vagy, parancsolj. Köszönöm szépen. Hát a keringési betegségek, mint mondtad, hogy ott van, hogy az érrendszer, de annál sokkal fontosabb, hogy mi kering benne. Hát az a közel 5 liter körüli vérmennyiség, amit testsúly kilogramtól függően kicsit változó, ez kering bennünk, és ennek a legfontosabb része az, hogy a szervezetet ellássa megfelelően oxigénnel, a sejteket, és megfelelő tápanyaggal. Közben természetesen az idő múlásával egyre több olyan defekt is keletkezhet, amiről az imént beszéltél, plakkok, trombózisok, stb. Ez mind-mind olyan jellegű megbetegedés, ami, amint említetted, érrendszeri megbetegedések gyűjtő név alá tartozik, pedig mindnek van valami oka. Én alapvetőnek szoktam tartani, hogy a legfontosabb a sejtek oxigén ellátása, hogy oda megfelelő mennyiségű oxigén eljusson, és az energiatermelés a sejtekbe folyhasson, hiszen amit elfogyasztunk, és a tápanyagunk nagy része arra megy el, hogy abból fönntartsuk a 36 Celsius fok körüli testhőmérsékletünket. Óriási energiamennyiség ez, amit folyamatosan, mint hőt termel a szervezetünk. És ezt a sejtek csinálják. Oda mindegyikhez el kell jutni az oxigénnek. Nagyon fontos tehát, hogy az oxigén felvétel a tüdőbe, a hemoglobinon keresztül, tehát a vér testes elemeinek egy részénél
ez tökéletesen megtörténhessen. Sajnos a kor előrehaladtával, ahogy idősödünk, illetve amennyi külső hatás éri a szervezetünket, stressz, különböző vegyi anyagok, elektroszmog, és még sorolhatnánk azokat, ami mind ellentétes a normális, egészséges életvitellel szembe, és ezek ellen állandóan küzdeni kell. Ez a küzdelem egy része, amikor a vörösvértestek ilyen pénztekert szindróma szerint folyamatosan tapadnak össze, egyre gyakrabban, minél idősebbek vagyunk, vagy minél több stressz ér minket. Na hát ez nagyon fontos, hogy ez minél kevésbé történjen meg, és a vérünk, az lehetőség szerint a vértestek, különböző fehérvérsejtek, egyébként nyugodtan tudjanak áramolni a szervezetünkbe, hiszen ahol valamilyen csoportosulás van, mint az élet területén a társadalomban is, ott mindig valami balhé van, ott csoportosulnak valami miatt, hát ez nem jó. Amikor az első vizsgálatokat végeztük, valamikor a szöllőmag mikroörleménnyel, az első tapasztalatunk az volt, hogy rendkívül jó hatással van arra, hogy ezek a pénztekercszerű vörösvértest oszlopok szétessenek. Mit jelentett ez? Abba a pillanatban megnövekedett az oxigén felvevő felület a vérünkbe, hiszen az összetapadt érméknek a belső felületei nem jutottak hozzá a megfelelő oxigén mennyiséghez. Ezt nagyon hamar be tudtuk bizonyítani mikroszkópikus felvételekkel, hogy amikor a vért levettük, megvizsgáltuk mikroszkóp alatt, majd a szöllőmag elfogyasztása után 2-3 órával ugyanennek a személynek a vérét megint megvizsgáltuk, és sokkal több szétesett, pénztekercs-szerű vörösvértes volt. Ez mutatta azt, hogy ennek a fogyasztásával körülbelül 10-20%-kal növekszik az oxigénfelvétel a vérbe, és ez eljut a sejtekhez. Miért mondom ezt, hogy ez nagyon fontos? Hiszen maga az, hogy összeállnak a vértestek, az indokát, okát pontosan nem tudjuk, de hol kémiai, és nagyon sok esetben fizikai jelenségek, amelyeknek hatására ez megtörténik. A védekezési módot ezek ellen nagyon nehéz, nyugodt életmód, stb. Hát ez nem a 21. század emberének a életvitele. Lehet, hogy mit tudom én, ilyen sarki pásztorok, azok nagyon nyugodtan elélnek a tundrákon, és nem idegesítik magukat, de valószínű, hogy a vérképük is, amikor így megnézünk morfológiailag, hogy hogy áll, biztos, hogy jobb lenne, mint a miénk, de sajnos se az európai, se szinte az egész földrész emberiségé sajnos egyre inkább ebbe az irányba elment. Miért mondtam azt, hogy az oxigénfelvétel? A sejtekbe megtörténik a zsírok és egyebeknek a lebontása, energiatermelés, és nagyon komoly mennyiségű vizet termelünk, amire a szervezetünknek nagy szüksége van, hiszen nem csak a elfogyasztott vízmennyiség kerül a szervezetünkbe, hanem igenis a zsírbomlásnál, a béta-oxidációnál bizonyos vízmennyiség molekulák kerülnek a szervezetünkbe, a véráramba, illetve a másik része pedig az a széndioxid mennyiség, amit hát percenként púzusszámtól, meg légzésszámtól függően, de több litert kibocsájtunk a szervezetünkből. Ez mind a véráramon keresztül közlekedik, és ezért mondhatod, hogy a keringési rendszer, hát igen, ott van egy folyadékáramlás, van egy szilárd anyag, a tápanyagok áramlása, és van egy gáz nevű állapotnak az áramlása, az oxigén és a széndioxidé. Ez mind-mind olyan téma, ami nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy valahol gondok legyenek.
És mik ezek a gondok? Említetted, hogy plakkok keretkeznek a vérerekbe, aortákba, vénákba. A vénás az egy tipikus jelenség, hiszen az Y-véna, ami a lábunkon jön fölfelé, a két nagy véna találkozik a medencébe is. Hát ott állandóan, mikor két cső összejön és egybe folytatódik, akkor ott turbulencia keletkezik, tehát forog. Na most hát ez olyan, mint a jó centrifuga, hogy ami alakos, meg ragadni képes, meg minden, az letapad és két oldalt kirakódik rá, mind a centrifugába, ruhákból a folyadék kimegy, a szilárd rész ott marad. Ez ugyanígy történik, és ha ez bekövetkezik, hogy a lerakódás megindulhat, mert valamilyen gyulladásos folyamat van a szervezetben, akkor ez nagyon kellemetlen, mert az aortákból gyönyörűen a vér el fog jutni a lábunk kis ujja hegyéig, és ennek vissza is kellene jönni. De ha egy dugó megakadályozza, akkor hát ennek a vérmennyiségnek akkor is vissza kell menni, csak emelkedni fog a nyomás. A nyomás, ha emelkedik, akkor egy van, vagy a dugót lökjük ki, vagy a csövet tágítjuk ki. Hát ez szokott bekövetkezni, amikor a vénák megduzzadnak, megdagadnak, fájdalmasak lesznek. Nagyon kellemetlen, és tényleg utal arra, hogy valahol a keringési rendszerbe defekt van. Nagyon fontos erre, hogy odafigyelni, hogy ez egy ilyen egyszerű folyamat, nem ott van a baj, ahol megdagadtak a viszereink, hanem pont az Y-vénánál, ahol egy dugó van és nem engedi visszafelé jönni. Ha ezek a vérrögök, mert nem jól működik a szervezetünkbe, a bizonyos alakos elemeknek a áramlása, összeállnak, ezt hívják trombusoknak, tehát rögök képződnek, eltömnek egy-egy részt, ekkor beszélünk különböző trombózisokról. Ez roppant fájdalmas, hogyha az izmokba történik, és nagyon kellemetlen, ha ez, ne adj Isten, a tüdőbe vagy a szívbe történik, mert szokták mondani, hogy két lehetőség van, vagy túléri az ember, vagy meghal. Nagyon kegyetlen dolog, de ezekre kell nagyon vigyázni, hogy ezek a folyamatok minél kevésbé forduljanak elő a szervezetbe. Amint említettem, mindig az ilyen alakos és egyéb elemeknek, mint a koleszterin kiválása, lerakódása az erekbe, hogy bekövetkezzen, ahhoz valamilyen külső hatást kell, hogy érje a szervezetet. Valamely pontokon gyulladások keletkeznek, és a gyulladások ellen a saját szervezetünk védekezik avval, hogy az ér el ne pattanjon, nagyon ne táguljon ki, ne lehessen az, hogy mint gyakran mondják, hogy agyvérzés, stb. Tehát, hogy ne gyengüljön le az ér, és a két az érfalnak a rétegei között ne halmozódjon fel a koleszterin. Sajnos ez akkor halmozódik fel, ha valami miatt, valamely ponton gyulladás keletkezik a szervezetbe. És ez a saját szervezetünk védekezése. Tehát a koleszterin az egy nem rossz dolog, ha így vesszük, csak az a baj, hogyha sokat kell belőle termelni, akkor valami okát meg kell találnunk, hogy mi az a külső hatás, ami miatt ez bekövetkezik. Nem az kell, hogy bevesszük a különböző vegyszereket, hogy majd csökkentjük a koleszterin szintet. Hát lehet, hogy csökkentjük, meg a májunkat is tönkretesszük, de hát ez egy másik dolog, amiről sokat lehetne beszélni. Nagyon fontos az, hogy az okát, hogy miért magas az a koleszterin szint. Rosszul táplálkozunk? Rosszul élünk? Nem mozgunk? Mind-mind, ami a normális élethez, és a normális élethez mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarországon is, de Japán a tipikus, majdnem minden ember szemüveges. Miért? Hát az emberi szervezet, mikor kialakult, a szemünk az csak arra volt, hogy érzékeljük, hogy jönne a kartfogú tigris, vagy nem. Meglássuk, hogy ott a mamut, aztán elmegyünk elejteni. De amikor
egyre aprólékosabb, egyre finomabb munkához, egyre hosszabb időre. 8-10 órán keresztül dolgoztatjuk a szemünket. Csodálkozunk azon, hogy tönkre megy. Hát nem arra született, az egy érzékszerv volt. Mondom, hogy meglássuk a kardfogú tigrist, hagyod? Vagy az ellenséget, de nem arra való volt, hogy 8 órán keresztül kemény munkával, és ma már nem természetes dolgokat és természetes fényeket nézve, 8 órán terheljük a szemünket. Sajnos ennek a következménye a rengeteg szembetegség, a szemüveg viselése az embereknél, hiszen nem erre készült. Mint ahogy mondtam az előzőekben, a szervezetünkben a véráram se arra készült fel, hogy különböző hatások érjék. Gondoljunk csak bele, 1940-es évek. Mik voltak? Mosószappan, meg flóraszappan, nagyon kevés ember jutott különlegesen finomabb szappanokhoz, azt ezzel mosdottunk. Ma körülbelül 500 ezer különböző tusfürdő, sampon, mindenféle tisztítószert használunk a testünk. Folyamatos védőrétegének az eltávolítására, hiszen a túlzott tisztálkodás ugyanúgy káros, mert ugyanolyan problémákat okozhat. Ezek azok a dolgok, amiről, mikor az érrendszerről és az érrendszeri betegségekről beszélünk, akkor szólni kell. Ezekre kell odafigyelni, ezeket kell megelőzni, mert soha nem a szintetikus vegyszerek fogyasztásával kell megelőzni a betegséget, hanem ha muszáj, akkor valami természetes anyaghoz forduljunk, amiből ma már nagyon sok áll rendelkezésre, nagyon sokat ismerünk, és nagyon sokat ismertek az emberek az elmúlt 1000 évben is. Nagyon sok mindenre tudták, hogy milyen természetes anyag, milyen növény, milyen mag, mi mire jó, mit lehet vele megelőzni. Hát ezért mondom azt, hogy lehetőség szerint a vegyszerek kerülésével próbáljunk egészségesebben élni. Könnyen mondom én ezt, de ha ma kimegyünk a piacra, mindenki elborzad. Nem az egyszerű emberek pénztárcájához igazodnak az ott lévő árcédulák, amik ki vannak téve zöldségre, gyümölcsre, aminek az egészséges életmódhoz szüksége lenne. Sajnos lassan hihetetlen árak vannak ezekből a termékekből. Sok minden növény ma többe kerül, mint a legdrágább húsok. Az, hogy ma spárgát, egy kilót, 2-3 ezer forint között kell megvenni. Hát Magyarországon nem vagyunk spárgaevők, de azt tudhatjuk, hogy mondjuk Németországban egy hónapig minden étkezésben majdnem szerepel a spárga. Nálunk ilyen nincs, de ilyen árviszonyok mellett, mint ami nálunk is hozzák, nem is fog soha elterjedni ilyen szintűre. Pedig nagy spárga termelő Magyarország, tehát nagyon sokat termelünk és szállítunk ezekre a piacokra. Tehát ezek azok, amikről az érrendszer betegségeinél, károsodásainál beszélnünk és meg kell nézni. Tehát amennyiben bármilyen konkrétum van, meg kell nézni, hogy mi az ok, és mivel lehet védekezni ellene. Na, annyira vártam már, hogy kimondjad ezt, hogy mi az ok, már lassan türelmetlen voltam. Gyorsan türelmetlen. Ugye azt mondják, hogy XY 46 éves volt, és tragikus hirtelenséggel elhunyt. Stroke, szívinfarktus, tüdőverőérbe, embólia, és így tovább, és így tovább. És azt mondják, hogy különben mag egészséges volt. Tételezzük föl, hogy ismerős, jó barát, stb. Elkezdünk utána érdeklődni, hogy mit csinált életében éppen most azért.
Hát éppen most ment csődbe az egyik vállalkozása, de szerencsére át tudta menteni az embereket, a tőkét, stb. A másikba. A felesége elhagyta, a gyerekről kiderült, hogy ilyen vagy ilyen beteg, és ő meg nagy sikerrel átlépte a 100 kilós testtömeget, mert emellett a rengeteg testet, lelket felőrlő életforma mellett egyetlen egy örömforrása maradt, jókat enni. Itt most két-három tipikus esetben aztán, hogy jó kocsival jár, dohányzik, jó dolgokat iszik, tehát fussa ám rá, szóval, fussa ám rá, van neki ilyen, szóval rossz indulatú dolgokat is mondanak. Ez az egész ülő életmód, ez az egész dolog, ez az össze-vissza zavart életmód, ez tulajdonképpen az egyik dolog. A másik dolog, a felelőtlen mutogatása klinikai orvostudományra, hozzám is a rendelőben nagyon sőkölnek az, hogy tanár úr, voltam ennél az orvosnál, annál, ez se tudott meggyógyítani, azt se tudott, meg is szídja mind a bokrot. Mondom, és tessék mondani, mit ért ez alatt, hogy nem tudta meggyógyítani? Hát, fölírta a gyógyszert, aztán el van intézve. Na, mondom, álljunk meg. Mondta a visszafogott kaját. Mondta a cigaret. Mondta, letetszett szokni. Hát, még nem, de készülök. Mondta, hogy naponta legalább egy fél órát sétáljon. Ne este zabálja el magát. Mondta. Mit mondott még? Hát, forduljak a teremtőhöz lelki nyugalomért. És azt mondja, hát a tanár, hagyjuk az ilyeneket, nem hiszek én Istenbe. Ha volna, akkor velem ez nem történne meg. Tehát valami olyan elképesztő testi, lelki nyomorban, hitetlenségben, sem a tudományban, sem a magasabb energiákban nem híve, akkor csodálkozunk, hogy valami nem megy. Mérnök úr, egy baj van, hogy nézem itt az órámat, eltelt a műsoridő, én nagyon kérlek, gyere be, és járjuk körbe ezt a szerintem valóban csodaszert, ezt a Vinicera szőlő magéséi mikroőrlemény, magyarázzuk el a kedves nézőknek, hogy ez miért más, mint a többi, és hölgyeim, uraim, már előre elmondom, és ezzel zárni is fogjuk ezt a fél órát. Van annak már vagy 8 vagy 10 év, nem tudom, mikor először itt a Vitalitás TV-be mérnök úrral bemutattuk, és akkor ők elmondták a technológiát, sárkánymérnök úr is itt volt, és utána tudom, figyeljétek meg, elterik egy jó pár hónap, tele lesz valami hasonló, de gagyi minőséggel a különféle természetgyógyászati meg gyógynövénybolt. Hölgyek, urak, óriási tévedtem 3 hét múlva. De hogy annak a minősége milyen volt, meg ennek a minősége milyen, és a kettő között mi az ég és föld különbség, mi a bizonyítottság, mi a biofizikája, mi a biokémiája, mi az minden, ami hozzá tartozik. Ez lesz a következő fél órának a feladata. Mérnök úr, jó Istenek, köszönöm szépen. Gyere be, életünkről van szó. Jó, itt bejössz? Leszek, köszönöm szépen. Én köszönöm, hölgyeim és uraim, Jankowski Sándor kutatófejlesztő mérnökkel beszéltünk arról, hogy a keringési elégtelenség gyűjtő szó alá mennyi minden tartozik. Nem is tudtunk megbeszélni egy csomó dolgot. De most már ne a patológiáról beszéljünk, hanem a megoldás, számtalan megoldás közt olyannal, ami a természetet hívja segítségül, és a természet jelentkezett is, hogy itt vagyok.
Köszönöm a műszaki kollégáknak is az adás lebonyolítását. Önöknek, hogy türelemmel végignéztek, végighallgattak. Legközelebbi viszont látásig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béki László műsorát látták.